Köszöntöm Önöket, ez a mi portánk, a Kanizsa TV hagyományőrző magazin műsora. Ebben az időszakban egyre több olyan újságcikk, illetve híradás lát napvilágot, mely a rókák térhódításáról szól. Lakott területeken és nem csak peremkerületekben lehet látni a vadat, egészen a belvárosi részekig merészkednek a rókák. Szakembert kerestünk fel a kérdéseinkkel, mi az oka mindennek és mi a helyes emberi magatartás, mi lehet a megoldás. Valóban ez a jelenség létezik, és ez nem csak újságírói kacsa. Nyilván oka van, az oka nem a rókában keresendő, hanem az emberben, az ember által kialakított, illetve változtatott környezetben. Miről is van szó? Ugye a róka alapvetően, mint minden normális, egészséges pszichével rendelkező vadfaj, fél az embertől, legalábbis normál esetben, és kikerüli. De a róka egy viszonylag intelligens állatként elég hamar rájön arra, ha nem bántják, nem üldözik, és egy idő után tért hódít olyan helyeken is, ahol korábban nem jelent meg, mert a kutyák elzavarták, agyoncsapták, belelőtték, megmérgezték, sok mindent csináltak vele. Most ha ilyeneket, és ez ugye nem néhány évről van szó, ha ilyeneket nem tapasztal, akkor egy idő után jóval bátrabb lesz az emberi közelség esetén is. Ez egyik oka. A másik oka, hogy azt gondolom jelentősen közreadott ebben az, hogy közel 30 éve már immunizálják a róka állományt Magyarországon évente a veszettség ellen. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs veszett róka. Nem korábban 4-5-10 évente megtizedelte vagy meghúzatolta a róka állományt a veszettség vírus, ez ugye most ki van zárva, ez részben okozhatja a populáció növekedését, és ugye nyilvánvalóan nagyobb élettér kell neki, megpróbál keresni olyan helyet, ahol még nincs más róka, két erősebb róka, aki elzavarja, és akkor így beszorulnak a lakott területekre. A másikok még az, hogy a lakott területek is megváltoztak, részben ugye mondtam hogy az elején, hogy ugye most már nem, általában nem mindenhol házőrző kutyák őrzik a portákat, ha van kutya, az is inkább ott benne a fotelben alszik, a melegszobában. Azon kívül egyre inkább hallani, hogy etetik őket. Etetik, mert olyan szép az a kis róka, meg hát biztos éhes, és nyilván ahol élelem van, azért aztán el fog menni, különösen akkor, amikor ilyen időjárás van, mint most, hogy gyakorlatilag egy hónapja már nappas és mínusz fokokat mérnek Zalába, a hó van, nehezebb a róka dolga, nehezebben tudja megszerezni a természetes táplálékát, nyilván felveszi a hulladékot, illetve a kirakott kaját. Ezen túlmenően, hogy most még egy kicsit többet látnak rókát, annak az is az oka, hogy január hónap a róka párzási időszaka, és ilyenkor azért aktívabb nappal is, mint egyébként. A rókák etetését említette többek között az iménti pillanatokban dr. Nádor László. Az emberek egy része viszont nincs tisztában azzal, milyen veszélyei, illetőleg következményei vannak mindennek. A róka ugyanis vadon élő állat, nem pedig egy kedves, aranyos házi állat. A veszélyei elsődlegesen mégiscsak a fertőzés veszély, nem csak veszettséget terjeszthet a róka, a rühességtől kezdve több minden olyan betegséget, amik elég nehezen gyógyíthatók, de nem kizárt természetesen a veszettség sem, mert ez az immunizálás ez csak annyit jelent, hogy le van szorítva, de hát azért kiküszöbölni teljesen nem lehet. Illetve ha olyan viszonyok
alakulnak ki, hogy annyira odaszökik egy róka, és bizalmasak vele, játszanak vele, meg is haraphatja a gyereket, másik állatot. Egyébként tudni kell azt is, hogy a macskát nagyon szereti megfogni. Tehát a kóbor macskák kordában tartásának az egyik legfontosabb tényezője a róka. Szerencsére megfogja a macskát. Ez az egyik oka, a másik oka, hogy azért olyan baleset is okozhat autópályán. Tudok több nagyon komoly gépjárművel ütközésen, aminek róka volt a kiindító oka. Megpróbálták elkerülni, és karambol lett a következménye. Ilyen is lehet rakott területen belül. Azon kívül kicsit megbolondítja az ott lévő kutyákat, idegesek tőle. Nem oda való. Tehát a róka nem egy fekete rigó, hogy nézegetni kell, ahogy ugrál az ágon. Ennek a természetes közege az nem a lakott terület. És az a normális, ha a lakott területen idézőjelbe téve üldözik, tehát hogy ne akarjon, ne szeressen ott lenni, ne érezze magát ott jól, mert ha ilyen körülményeket teremtünk neki, akkor be fog költözni. Egyébként ugyanez a probléma Magyarországon ma a vaddisznóval is, ami egyébként ennél jóval jelentősebb problémákat okoz a nagyobb városok kertvárosi részeiben. Mégis mi a teendő? Ha esetleg a mi portánkon belül azt látjuk, hogy folyamatosan jelen vannak, jönnek-mennek a rókák. A megoldásnak elég komoly jogi gátjai vannak, de azért van megoldás. A lakott területen belül nem szabad tilos vadászni, az nem minősül vadászterületnek, tehát vadászati módszerekkel elvileg nem lehet. Illetve gyakorlatilag nem lehet. Elvileg azért van rá mód bizonyos esetekben külön rendőrségi és vadászati hatósági engedéllyel, még fegyverrel is elrejthető a róka a lakott területen belül, de ez egy olyan procedúra, olyan eljárás, amit nagyon nehezen lehet alkalmazni. Alkalmazható módszer a csapdázás, élvefogó csapdával meg lehet fogni, és kivinni olyan helyre, ahol itt véletlenül talán már nem jön vissza. Ezt a vadászatra jogosított teheti meg, illetve erre már vállalkozások is vannak Magyarországon. Azt javaslom, hogy az illetékes jegyzőt, önkormányzatot keressék meg. Az önkormányzatok, ha nem tudják kit, akkor az alamegyei vadászkamarát nyugodtan hívják fel, ott fogunk adni tanácsot, hogy kit kell megkeresni ebben az ügyben. Vannak Magyarországon nagyon komoly erre szakosodott csapdázással foglalkozó vadőrök, hivatásos vadászok, akik ezt nagy eséllyel megfogják, tehát egy-két napon belül megfogják. És mivel élvefogó, az se tragédia, hogy egy házi macska vagy kutya megy bele, mert azt meg a gazdájának vissza tudják adni. Nyilván ennek egyébként azért költsége van természetesen. Műsorunk következő összeállítását egy kis visszatekintéssel kezdjük. Pincejárásokra indulunk. A cserfői hegyhátakon tevékenykedő borosgazdáknak sikerült hagyományt teremteni, és azt folytatni is, legyen szó Mártonnapról, újévről, vagy akár holdfényes túráról. Mielőtt azonban a legfrissebb újévi pincejárásra indulnánk, kezdjük a visszatekintéssel. A hangulatra 2015-ben sem volt panasz. Felvételeinken a mártonnapi pincejárás képsorai láthatóak. Volt olyan résztvevő is, aki saját versét szavalta el két pince meglátogatása közt. Pusztolni kell, és nem inni. Érezni kell aromáját, és élvezni kell minden pillanatát. Út, édes bor, az Istenek nedűje, mely átjár a testem, lelkem, és felébreszt engem a felhőkbe, és könnyűvé teszed testem, lelkem, és megimászhass nekem. A 2015-ös felvételek tanúskodnak arról, hogy jó borokat lehet kóstolni cserfőn. Vásárolt szőlődőkésőtől is a jó olivér. A szürke barátomhoz egy kis szemillont vettem, hogy legyen egy finom házasításom.
a házas élet a legszebb, azt mondják. És a saját temes joporthoz vettem egy kis felgeltet, hogy egy kis finom rozéval kedveskedjünk a karácsonykor összejövő baráti társaságoknak, ismerősöknek ajándékozásra. Tökéletes, az sok most divat a rozé. És nem csak borok születnek a Kanizsa melletti hegyhátakon. Az egyik szervező, Gazdag Attila, messzeföldön híres, kiváló, dínyertes pálinkáiról. Pálinkán a tisztább nincsen, tehát ugye gyakorlatilag borból is lehet készíteni párlatot, és még mindig valamit eldobunk, ami nem odavaló, tehát a pálinka az nagyon tiszta ital, így aztán igazándiból teljesen jól megfér egymással. Tehát arról a pálinkáról beszélek, amit mi próbálunk a köztudatba pálinkának nevezni, illetve hogy hát nem is, hogy nevezni, mert neke ez a tisztességes neve, hanem hogy elhíresztelni, hogy na ez a pálinka, ez a hungarikum, megfér tökéletesen jól a borral. Most pedig ugorjunk egy-két hónapot az időben, idézzük fel a tavalyi újévi pincejárást. Jó illata van neki tényleg. A fejlődőket. Egészség, békesség. Isten éltesse a kapálóját. Akkor most a holfényig járjuk. Újabb ugrás következik, 2016 májusában járunk, az első alkalommal megrendezett holdfénytúrán. Tavaly ősszel pár barátommal, köztük egy helyi tulajdonossal is elmentünk Rezivárra egy holdfénytúrára, föl a várhoz kellett a hegyi úton fölmászni. Nagy élmény volt abban a hidegben. Hát, ott nem volt szép látvány a holdnak, mert felhős volt, még egy kis hó is szállingozott. Itt meg tudjuk, ismerjük, hogy gyönyörű közel van a hold ezeken a jeles napokon. És onnan jött az ötlet, hogy hát Attila bevezette, Becseiről elhozta ezt a pincejárásos dolgot. Arra gondoltam, hogy szedjük össze, zokszó nélkül szinte dupla annyi ember van, mint legutolján egy ilyen egymás pincét meglátogatjuk, borait megkóstolgatjuk, barátokat hívtunk, helyi lakókat, akárnek esetleg nincs is szőleje, de látom, nagyon szívesen jöttek és lelkesedéssel. Lemegyek a pince fedelkére. Felülök a hordó tetejére, addig iszom, még egy csöpp lesz, utána meg kis angyalban, úgyis jó lesz. Egyszer mentem el a ligetbe sétálni. És ezek pedig a 2017-es felvételek. Január elején készültek, egész pontosan január 7-én az egyik állandó résztvevőnél és oszlopos szervezőnél, az Antal pincében, Nagy Lajosnál. Próbáljuk összekalapálni a gazdákat, és próbáljuk ráhangolni őket is, hogy ők is igyekezzenek minél tovább rajtartani a szőlőt a tőkén, hogy minél jobb minőséget tudjanak lehozni róla, és úgy látszik, hogy fogékonyak rá, hála Istennek, úgyhogy elmerünk menni kóstolni bárhova most már. Holtomiglan, Holtodiglan. Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület időszaki kiállítása egészen tavaszig látogatható a Túri György Múzeumban. Hogy éppen mit is mutat be a tárlat, a cím talán meglehetősen beszédes. Kiskanizsai esküvői felvételek láthatók a múzeum falain az 1900-as évek elejétől.
Ez a legrégebbi képünk, 1909-ből a dátum szerencsére ismert. Akkor abban az időben a menyasszony kezében nem csokor volt, hanem rozmaringág, imakönyv és rózsafüzér. A menyasszony nőrokonának a kezében ugyanúgy. A szoknya, amint az előbb említettem, teljesen a földig ért, és fölötte valahogy a kötény, a fátyol rövid, a nyakrész pedig masni vagy egyéb szalag díszíti, vagy gyöngysor. A menyasszony fején a nyakén úgy szintén megfigyelhető. Na most ami szép és ami gyönyörű, hogy két egyforma menyasszonyi fátyol és fejék nincs, mindegyik más. Horváth Jánosné, az Együtt Kiskanizsáért Egyesület elnöke volt a tárlatvezetőnk a múzeumban ma is látható kiállításon. Júcika, a legtöbben így ismerik, lelkesen, fáradtság nélkül dolgozik azon, hogy Kiskanizsa múltja meg legyen örökítve, az utódok is láthassák az elődök ránk hagyott értékeit, a beszédes emlékeket. Közel 20 éve már, hogy gyűjtöm Kiskanizsának a fotóit, Kiskanizsáról szóló képeket, fotókat, a régieket is, és a közelmúltban készülteket egyaránt. És a cél az, hogy ezeket minél jobban a közönség megismerje, és közkincsé tegyük. Tehát erre alkalmasak ezek a kiállítások, és ez a gyönyörű folyosó, a múzeumnak ez a csodaszép folyosója, a hófehér falaival nagyon alkalmas erre. A jelenlegi kiállítás szinte párját ritkítja. Kiskanizsa jellegzetes menyasszonyi viseleteit tárja a szemlélődő elé, évtizedről évtizedre, egy egész évszázadot felülelően. Esküvős képekkel szerepeltünk már a legelső kiállítás alkalmával is, de az nem kimondottan esküvői képeket tartalmazott, hanem a népviseletet mutatta be, és így a népviseleten belül néhány esküvős fotót is bemutattunk. De az idő során olyan csodálatos esküvői fotókat sikerült gyűjtenem, hogy álmodtam én erről már néhány évvel ezelőtt, és megszületett bennem a gondolat, hogy jó lenne egy ilyen kiállítást szervezni, és mivel valamikor a hűség nagyon nagy érték volt, ezért egyeztettünk a múzeummal, és maradtunk ennél a címnél, hogy Holtomiglan, Holtodiglan. Valamikor több türelemmel voltak talán egymás iránt a házastársak, és a nehézségeket is jobban elviselték, és ez az eskü, amit tettek az oltár előtt, azt nagyon komolyan vették, és a nehézségek ellenére is kitartottak egymás mellett. Persze régen is voltak gondok, de nem ennyi, mint ma, és talán egy kicsit ezt is tükrözné ez a kiállítás. 40-es években már csoportképeket is készítettek. A csoportképeken a koszorús asszony és a két násznagy szokott szerepelni. Ezen a képen az édesanyám, az édesapám és a koszorús asszony és a két nász látható. Ezen a képen pedig ők párban. Plander György és Kis Julianna. A kiállítás viselettörténetet is felvonultat. Az 1900-as évek elejétől, amikor elkezdődtek a fényképezkedések. A felvételeken jól látszik a divat és a fényképészeti szokások változása is. A tárlat gyakorlatilag egy kordokumentum. A múzeum egyik legfontosabb partnere az Együtt Kiskanizsáért Egyesület. Ez a kiállítás is maga az Együtt Kiskanizsáért Egyesület válogatott fotófelvételeiből és a Turi György Múzeum fotófelvételeiből összeállított kiállítás immár a 9. alkalommal nyílt meg itt a Turi György Múzeum főút 5 szám alatti épületében, és a kiállításokon túl az Együtt Kiskanizsáért Egyesület gondozásában megjelent több könyvbemutatót és egyéb rendezvényt is bonyolítottunk az elmúlt években. Úgyhogy mondhatjuk, hogy a legfontosabb együttműködő partnerünk a,
az Együtt Kiskanizsáért Egyesület, és ez nem csak a kiállításokban mutatkozik meg, ugyanis várjuk a látogatókat erre a kiállításra is, amelyet az Együtt Kiskanizsáért Egyesület a kiskanizsai emberektől gyűjtött össze, és ezek a fotófelvételek itt láthatók jelenleg a múzeum folyosóján, illetve már 9. alkalommal különböző témakörökben. De ami nagyon fontos, hogy ezek a fotófelvételek, amiket begyűjt az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és annak elnöke Horváth Jánosné, ez azért egy nagy munka, mert ő fölgyűjti azt is, és a családok elmondják nekik, hogy kik láthatóak a fotókon. És ezek a fotók a Túri György Múzeum gyűjteményébe kerülnek, és azzal együtt, hogy kik vannak a fotókon, és ezek a fontos információk őrződnek meg unokáinknak, dédunokáinknak, és hát reméljük az ő unokáiknak is. Tehát azzal, hogy a múzeumban ez a komoly anyag a kiállítás után bekerül, ezzel a múzeum gyűjteménye is nagyon fontos darabokkal és értékes dokumentumokkal gazdagodik, úgyhogy ezért is nagyon fontos számunkra, múzeológusok számára, hogy együttműködjünk Együtt Kiskanizsáért Egyesülettel, a kiskanizsai emberekkel, hiszen Horváth Jánosné mögött a képen látható családok mindegyike ott áll és támogatja ezt az ügyet, úgyhogy köszönettel tartozom az Egyesület tagjainak és az Egyesületen túl a kiskanizsai embereknek is. Óriási értéket képvisel, hogyha most muzeológus szemmel nézem, akkor elmondhatom azt, hogy nyilván amikor megvan az, hogy mikor készült a kép, tehát mondtam, hogy nagyon fontos az, hogy mely családok, hogy a maga a kép mikor készült, hogy ez meglegyen, és akkor megtudhatjuk, hogy például, hogy abban az időszakban itt mondjuk konkrétan, hogy milyen volt az esküvői viselet, tehát milyen volt az 1900-as évek közepén, a végén, vagy most épp a 2000-es évek elején, tehát egy ilyen viselettörténeti vonatkozása is van ennek. Mint mondtam, a családokon keresztül azok az emberek, akik meghatározói voltak Kiskanizsa, illetve Kanizsa történetének, velük is megismerkedhetünk. Tehát a viselettörténeti, helytörténeti adatok, ezek nagyon fontosak muzeológus szempontból, és az, hogy ezek mindenképp egy morzsa, ami és egy fontos mozaik, amiből össze tudjuk állítani Kanizsa, Kiskanizsa és egyben Nagykanizsa történetét is. Tehát a lényege az egésznek annyi, hogy tényleg minden fotó, ami eddig összegyűlt a 9 év alatt, egy olyan fontos mozaikja a nagybetűs történelemnek, ami pótolhatatlan. Úgyhogy muzeológus szemmel ezért is nagyon fontosak ezek a fotók, és hát ha konkrétan a muzeológiai szempontok merültek fel, akkor el kell mondanom, hogy ezek a fotók digitalizálásra kerültek a Túri György Múzeumban, és az itt kirakott képek fotónagyítások, tehát a családok visszakaphatták, aki nem szerette volna, mert voltak olyanok, akik a múzeumnak ajándékozták az eredeti fotófelvételeket, de akik szerették volna visszakapni, azoknak a fotófelvételei digitalizálásra kerültek, sőt azok is, akik ajándékba adták a régi fotófelvételeket, tehát a múzeum gyűjteménye, a digitális gyűjteménye egy nagyon komoly anyaggal gazdagodott az elmúlt 9 évben. Nézzük csak annak a bizonyos kordokumentumnak egy szeletét, melyet az esküvői ruhák vonultatnak fel. 900-as évek vége, 10-es évek eleje, akkor, amikor egészen a földig ért a ruha. Később már a cipő kilátszik. Akkor a 30-as években ez a gombos cipő fölött kivillanik a gombos cipő, és addig ér a szoknya, míg a 40-es években a térd alatti már, és akkor a divatnak megfelelően a gombocipőt felváltja a egyéb különféle típusú félcipő. A férfiaknál is megfigyelhető a divatnak a változása. Tehát a képek így bekerülnek a múzeumba, és idők során, mert ugye a múzeumnak a tárgyi anyagát, gyűjtött anyagát gazdagítják, és akkor, amikor mi már nem leszünk, kutathatóak lesznek ezek a képek, bárki bármilyen szempontból elemezheti ezeket. Összeállításunk végén pedig mutatunk egy ritkaságot,
melyet meg lehet tekinteni a múzeumban. A Holtamigla Holtadiglan címet viselő tárlat egészen tavaszig ingyenesen látogatható. Plánder Júlia és Neff Györgynek az esküvője után szentségi házasságot kötöttek, ott van a kép alatt és a pontos dátum 1951-ből. Ez az egyetlen egy, ami így megőrződött és megmaradt. Gondolom nem csak ők kaptak, de ők megőrizték, náluk megmaradt. Alatta látható az ifjú pár, és a vőlegény az, akit említettem az előbb, hogy árván maradt, mert az édesapja meghalt a háborúban. Tehát ez egy boldog pillanat, akkor, amikor a szerelmi házasság beterjed, a két fiatal egymásra talál, és akkor a szerelmi házasságban boldogságra lelnek. Ez volt a Mi Portánk, a Kanizsa Televízió hagyományőrző magazinműsora. Köszönöm figyelmüket, legközelebb ezzel a magazinnal 2 hét múlva várjuk Önöket. Viszontlátásra!